Köszöntöm nézőinket, önök a nagyítást látják a Pécs TV csatornáján. Mai vendégem 1950-ben született Pécset, klarinét tanárként szerzett diplomát, majd a Pécsi Nemzeti Színház is a Philharmonia zenekarában működött, közben mellékfoglalkozásban zeneiskolákban tanított. A klasszikus zene mellett más népzenei és könnyű zenei produkciókban is szerepelt. 1980-tól érdeklődése mindinkább az őstörténet és a népzenek kutatás felé fordult. 93-tól e tárgyban gyakran tartott előadásokat, rendszeresen publikált, munkái Erdélyben, Csehországban, Ausztráliában is megjelentek. Nemzetközi konferenciák szereplője, nem ritkán szervezője volt. Az ifjúsági házban hosszú éveken át futott ismeretterjesztő sorozata Fejezetek a Magyarság őstörténetéből címmel. Futott, de most úgy látszik nem fut tovább, és nem érdeklődés hiány. Csajági György lesz a vendégem. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Csajági György, zenetanár, névzenekutató, történész. Gyuri bátyám, köszönöm, hogy eljöttél. Hozzá. Jó kívánok, szervusz Tibor. Hát mi volt ez, amit hallottunk, és mit játszottál? Oh, hát ez egy nagyon érdekes hangszer, elég ritkán hallható Magyarországon. Ez egy oszmán török zúrna. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a magyar tárogató egyik előtt hangszere, de ez nem azt jelenti, hogy ebből fejlődött volna ki ugye mm -hmm. a mai modern tárogató, hanem sokféle keleti hangszerből, ami hasonló. Tehát ugye Kínában, Közép-Ázsiában, Kaukázusban és millió helyen előfordul ennek a legkülönbözőbb változata, kisebb, nagyobb. Egyébként ez hadi hangszerként is, valószínűleg kultikus hangszerként is használták, épp úgy, mint ahogy nagy valószínűséggel az ősmagyarok is használták. Kis, kis, méretéhez képest bitangul hangos. Hát nagyon hangos, éppen ez az, hogy el lehet képzelni, mikor ezt fújtak, tudom én, 100-150 uh, uh, ilyen janicsás zenész, mondjuk, akik kifejezetten erre a célra voltak kiképezve, <kül> és hát megfelelő ütőhangszer kísérettel. Tehát ugye davulok uh, és cintányérok, kíséretében írtozatos ricsajt lehetett. Tehát ugye most ugye a várvédők lepotyogtak a falról. Hát iszonyatos hangja van, de hát, hát az persze a különféle uh, használati uh, alkalmaknak megfelelően a hangszer, ahogy fejlődött különféle alkalmakkor, más-más hangigénnyel és más méretekben fordul elő. Tehát ez egy egészen változó hang. Itt tulajdonképpen ez egy szélsőséges változata, a legélesebb hangú változata ennek a köszönjük, családra. hogy megmutattad nekünk, még, még két hangszert meg fogunk a mai műsorban. De folytassuk azzal, amit a, a, bevezetésben említettem, ugye mi történt itt? Van egy sikeres sorozat, egy őstörténeti sorozat, Színvonaltalannak se lehet különösebben nevezni, rendszeresen forgattunk mi is ezeken az előadásokon. Nem gondolom, hogy elfogyott a téma, valami miatt mégis meg fog ez állni. Most egészen őszinte leszek, tulajdonképpen fogalm sincs, hogy hol áll ez a dolog. Egy nagyon valószínű, hogy ez a sorozat, előadás sorozat, amely 15 éven keresztül megszakítás nélkül működött és két konferenciát is szerveztem ebben a tárgykörben, a magyar őstörténet vonatkozásában. Hát ez most megszakadni látszik pillanatnyilag, így néz ki a helyzet. Noha az íre még nem került fel a pont, ahogy a volt kollégáim elmondották. Tulajdonképpen én ezeken a tárgyalásokon érthetően nem vettem részt, tehát ebbe én nem folytam bele. Az ifjúsági házban, ahol ez ugye zajlott, annak a megfelelő emberei, vezetői elmentek és tárgyaltak a, az új vezetősége, hiszen azt hiszem, hogy itt egy ilyen kulturális összevonás történt. Na most a, a, az új vezetőségnek ez nem nagyon szimpatikus, ahogy én látom, legyen az én privát véleményem. De pénzügy is van ebben? De, hogy nem rá, nagyon hiszem. Megmondom őszintén, nem nagyon hiszem, egy nevetséges költségvetése van, egy pár százezer forint, ami egy egy kisebb kulturális intézménynek is egy, ahogy mondottam, is aláhúzom nevetséges összeg. Ha megnézzük a 15 évben, kiket hívtam meg, és hogy a konferenciám, amit megszerveztem, azon kik vettek részt, azt hiszem, hogy nagyon sok kivetnivalót nem lehet találni. Ott legfeljebb egy-két fiatal ember fordult elő, aki talán nem annyira ismert, és esetleg még nincs szakdiplomája, de azt hiszem, hogy az ott lévő középkorú és idősebb urak, hölgyek bizony ezekhez a kérdésekhez nagyon értenek. Persze itt természetesen szak, több szakmán keresztül, több szemüvegen keresztül ugye boncolgattuk a magyar őstörténet kérdéseit. Én úgy gondolom egyébként, hogy az nem bűn, ha, ha egy nép, egy államalkotó nemzet tudni kívánja, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Ez mindenkinek szíve joga. Természetesen épp úgy. Hát a legutolsó Így vagy van. Vagy. hát Kérem szépen, akinek nincs ilyen uh, mondjuk őstörténete, mint amilyen nekünk esetleg van a háttérben, ahol még nagyon sok kutatni való van, azok gyártanak maguknak. Láthatjuk, van ilyen bőven. Igen, sokszor eredmény, éppen a miénk rovására. Tegyük a, a miénk rovására, ez is teljesen igaz. Szóval én nem tudom, hogy egyrészt miért kérdőjelezték meg, mondom csak plegyka szinten ismerem az én hozzáértésemet, másfelől meg nem értem, hogy ennek miért kell vége lenni. de én tudomásul veszem, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz. Hát az ne idő. temessük el ezt a dolgot. Ne, hát állítólag még nincs fönt a, az én napont. Jó, hát egy kicsit vidámabb témával folytassuk. Nézegessünk fényképeket, hiszen azért én ebbe a műsorba. Az első fénykép a szüleid körében ábrázol, egy nagyon aranyos kis, hát itt még csecsemő leszel a, ezen a képen. Igen. Mesélj picit a szüleidről. Igen. Honnan ez a zenei érdeklődés és az ős érdeklődés is? Ez érdekes dolog. Hát ebben a picike időben, ami rendelkezésünkre áll, nagyon nehéz ezt kifejteni. Tulajdonképpen az én családomban két olyanák találkozik, ahonnan egyfelől ugye a zenei érdeklődésem és talán adottságaim, másfelől pedig egy kicsit más, talán a történettudomány felé való orientálódás származik. Nos, édesapám révén az ország egyik legrégibb köznemesi családjából származom, az Árpád korból vannak már feljegyzések a családról. Én magam is sokat foglalkoztam vele geneológiai kutatásokkal, de hát ez meglehetősen pénzigényes dolog ide-oda utazgatni, aztán úgy abba marad, de ami a lényeges dolog volt, az természetesen sikerült kikutatni. Na no most, ez az egyik dolog, és hát mindig is érdekelt engem a történettudomány, és valahogy ez a muzsikával úgy párhuzamosan futott, bár volt idő, amikor egyik dominált, mikor a másik. Mostanság is valahogy így vagyok vele, hiszen zenét tanítok, ez a foglalkozásom pillanatnyilag is, és ugye összehasonlító zenei, népzenei vizsgálatokat végzek, konferenciákon vagyok, és így tovább. De másfelől meg, meg hát ugye sok minden olyan dolog van, ami, ami összekapcsolja. Tehát egyébként az őstörténet kutatásban a zene nagyon-nagyon nagy szerepet játszik, hiszen a zene nagyon fontos, az is tulajdonképpen egy nyelv, egy kommunikatív eszköz, ami nagyon fontos, hiszen itt Európában a magyar népzene ősi rétegei tulajdonképpen hát egészen unikálisak, más népnek ilyen nincs. Na hát itt egy nagyon, egy még régebbi fényképet látunk itt, valamelyik nagy szüléd? Igen. A baloldat látjuk ezt a fiatal embert, aki akkor 18 éves, 1892-ben született, Márton György nagyapámról van szó, aki a színház első klarinétosaként ment nyugdíjba valamikor az 50-es években. Egyébként katonazenész volt, hiszen akkor a zenei képzés nem ilyen intézményekben folyt, mint manapság, hanem a katonazenekarokban. Na most, ami itt érdekes, tehát a zenei mondjuk hát képességem talán innét származik a családnak ebből az ágából, nem a nagyapám kezdte ezt. Tudnék, az ő apja és a nagyapja az elmondások szerint az első, aki ezen a Klarinét nevű hangszeren játszott, bár itt a nagyapám tárogatót tart a kezében. Az első ilyen Márton ősöm, ő tulajdonképpen azt hogy valamikor az 1800-as évek közepe előtt született, és megengedhette magának azt a luxust, tudni, hogy komoly földjei voltak, hiszen Magyar Egregyen gazdálkodó paraszt emberek voltak, úgy adódott, hogy nekik sok földjük volt. Tehát meglehetősen jó körülmények között éltek, bár földművelő paraszt emberek voltak a Mártonok. Érdekes, hogy ez az Egregy községe, hogy én az elbeszélésekből tudom, ez kétfajta nevű emberekből tevődött össze, a Mártonokból és a Fórisokból. E nevek arra engednek külön következtetni, hogy itt talán a hódoltság alatt elnéptelenedhetett a falu, és esetleg székelyekkel telepítették újra, mm -hmm. mert ezek tipikus székelyek. Nota Bene, Magyar Egregynek Erdélyben van is egy e Egred nevű testvérközsége, és ott Egred mellett van egy mári falva, ha jól tudom, Emit, meg ami Magyar Egregy községünk mellett itt a Mecsekbe pedig ugye a egy a Máré, Máré vára. Ez nem véletlen érdemes volna ennek is utána járni. No, tehát visszatérve Mártó Lipót anyai ősömhöz, valamikor az 1800-as évek közepe előtt, ő megengedhette azt a luxust, hogy, hogy a falu jegyzőjével valahonnan Bécsből vagy Pozsonyból Isten tudja egy klarinétot, tehát nyilván egy elég primitív változatot hozhatott akkor még nem voltak sok billentyűs klarinétok, a dét nagyapám számára. Na most Márton Mihály dét nagyapám aztán a földészkedés helyett inkább muzsikát. Tehát ugye alakítottak a zenekart, abban az időben ugye az volt a fölállás, amit egyébként hát ugye tapasztalunk mindenhol, mindenféle etnikumú zenekar esetében. Cimbalom, vonósok, bőgő, és itt a klarinét, és hát aztán buzsikálgattak, bálokat, lakodalmakat. A nagyapám aztán különösen kiemelkedett, ugye később a társágba, lényegében magától kezdett tanulni klarinétozni, aztán felfedezték, pozsonyba vitték, és hát kitűnő zenész lett belőle. Volt idő, amikor országos ismertségnek örvendett. És hát valószínűleg innen van a, a, a zenei dolog, de hozzáteszem, édesanyám, valamikor ugye kisrác koromban beiratott zeneóvodába, de nem nagyon szerettem én ezt meg, nem tudom, később kísérletezett megint vele, valamikor később általános iskolás koromban, megint csak nem tetszett, megmondom őszintén, a szolfés nem nagyon tetszett. Ez Te nem sőt, gondoltam volna. El, a szolfés nem igazán. Nem. Hát nem a szolfés, hanem hogy nem vonzott a zene, vagy a zene maga nem, vonzott, nem, csak nem, az elmélet nem, rész? nem. én tulajdonképpen itt, itt, itt van a csavar a dologban, hogy, hogy volt egy harmadik ilyen véna is, azt meg a család másik ágától tudnék, ott voltak ilyen vadászó őseim számosan. Uh -huh. Na most az én nagyapám az, az ugye rendszeresen vadászott, apám is eljárt vele még a 40-es évek elején. És hát aztán én tulajdonképpen ilyen Kittenberger, meg Fekete István, meg Széchenyi Zsigmond, és itt tovább. Hát de sokan voltunk így. Ilyeneken nőttem föl, és elhatároztam, hogy én zoológus leszek. Uh -huh. És aztán ugye kis családi házunk volt, nem is olyan kicsi egy sarokház, és, és, aztán hát annak az udvarát én telehordtam mindenet. Tehát volt ott ugye vércsefiókát fiókát fölneveltem, aztán sündisznótól kezdve, amit el lehet képzelni, teknős békáig, kiszuperált fürdőkádba, terráriumot rendeztem be gyikokból, aztán amikor már kígyókat is kezdtem hazahordani, akkor jó anyám, Összevonta a egy kicsikét, igen. Úgyhogy, de én erről nem tettem le, és hát én minden is akartam lenni. És aztán a Nagy Lajosban volt egy ilyen úgynevezett ilyen erdész és bár engem a, a szőlészborászatra irattak be, hát majd meglátjuk, mi lesz ilyen szóval, de nem tudtam oda átpattanni, hogy így mondjam, mert megszüntették ezt a szakot, pedig onnan Sopronba mentem volna. Na most itt aztán szőlészborászaton egy vékony kis legényke voltam én, vékony pénzügyi gyerek, és hát falusi gyerekek, megtermett erős rácok voltak, hogy mit kellett ott melózni ilyen szőlészborász szakon, hogy így fejezzem ki, mert az, 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 az tényleg... Iszonyú. Na hát én aztán ez nekem nagyon nem tetszett, ott hagytam, és elővettem a nagyapám régi klarinétját, aztán ez ott megszólalt én nekem, nagyapám már nem tudott tanítani, akkor már igen-igen beteg volt, és aztán a zeneiskolába tanultam egy igen rövid ideig, aztán ilyen csodagyerekféleként fölfedezve kikötöttem az zeneművészeti szakiskolába, majd elvégeztem a főiskolát, és hát tulajdonképpen aztán én a színházba és a filharmoniába kezdtem a pályafutásomat, és hát egy házasság is történt, hát ahogy, igen. De menjünk el mellette. Kicsi feleséged, aki a társad is, vagy mindjárt olyan képeket is mutatunk, hogy, hogy kiderüljön, hogy mit értek ez az zenész társad is úgy tulajdonképpen. Ne, hogy, ne. hogy ismerkedtetek? Hát gyerek szépen, ugye ez úgy adódott, hogy mi ismertük egymást a főiskoláról, de hát nem különösebben érdeklődtünk egymás iránt. Aztán valahogy egy ilyen külföldi hakni alkalmában, és a Bulgáriában, hogy valahol voltunk, akkor úgy jobban megismerkedtünk egymással, és aztán hát ebből az érdeklődésből egy idő múlva házasság lett, és uh, Julianna, uh, aki tényleg hát mindenben a társam kutatásban is, és hát a színházban, a filharmoniában is kollégák voltunk, meg a tanításban is, tényleg mindvégig mellettem állt, és sokszor nagyon-nagyon önfeláldozó módon háttérbe szorulva segítette az én kutatásaimat, hiszen ugye a publikálás és mindenféle egyéb kutató azért rém időigényes. És bizony volt olyan időszak, amikor, amikor hát azért őre nagyon sok minden hárul, de vállalta, és ezt itt is szeretném neki megköszönni. Ő is fúj. Igen. a színház szólamvezető első kürtöse volt, akkor, amikor ezt föladva elmentünk tanítani és hát onnantól kezdve tulajdonképpen, hogy a tanári pályán mozgunk mind a ketten, bár én előbb elmentem a színházból, úgy éreztem, hogy nem kapok elég lehetőséget. Fiatal, ambiciózus ember voltam, persze ebben a műfajban, a művészvilágban, hát közismert az, hogy bizony, nem mindig az számít, hogy az ember hogyan fúj, hanem kapcsolatok, helyezkedés, ok, minden nem van a baláta. Ezt, ez ezt ismerjük. És aztán egy idő után én úgy gondoltam, hogy talán egy kicsit csöndesebb vizekre hajózok. Aztán még koncertezgettem, zeneiskolai tanárként, egyéb, de egyre inkább előtérbe jött a történeti érdeklődés. Aztán ugye családfakutatással foglalkoztam, nem eredménytelenül, és jött az őstörténetkutatás, megismerkedtem kiváló emberekkel, köztük László Gyulával, és tényleg órákig tartan a felsorlám a rengeteg fantasztikus tudású embert, aki, akivel én kapcsolatba kerültem, és akik megtiszteltek azzal, hogy szóba álltak velem, nyilván valamit láttak bennem. És hát aztán jöttek az első publikációk, jöttek az első konferencia meghívások, külföldre és máshova is. Most egyébként az Azerbajdzsánba készülök. És jöttek a gyerekek, mindjárt beszélünk az, az a ugye két szép fiad van, ha jól tudom. Igen, Középen az a, a az ott én vagyok, igen, egy ugye, vagy csak neglizsében. Orfűn van ez a kis házunk, egy ilyen kis faház, egy meglehetősen nagy telekkel. Most már nagyon-nagyon kevés idő van kiárkálni. Uh -huh. Úgyhogy én nem is tudom, és gondba vagyok vele, hogy tulajdonképpen ugye beszéltünk arról, hogy talán el kéne adni, mert egyáltalán nincs kihasználva. Úgyhogy hát nem tudom, hogy mit hoz az idő, de szerettünk ott lenni. Tehát fiatalabb koromban nagyon sok időt töltöttünk golfűn. A te hivatásod, hogy említetted is, ennyire sok időt elvesz? Rengeteg. Tehát ez, egyszer. egy, ez egyfajta megszállottság. Az. De, de, hát azt nem lehet csinálni, hogy az ember egyik konferenciára elmegy, másik konferenciára nem megy el. Ugye ez sűrű nem, nem lehet megcsinálni. Szóval akkor akkor azért ebből sértődések támadnak. És hát ott vannak a publikációk. Az ember nem nagyon szeret a kezéből kiadni olyan félszművet, művet, ami félig meddig van megírva. És én meg az a típus vagyok, aki se vagyok megelégedve magammal. A következésképpen, hát nagyon sokszor átírom a dolgokat. Eddig megjelent öt könyvem, készülőben van még kettő-három, és aztán hát még vannak azért egyéb terveim is, amik majd elsőben a nyugdíjas időben, ami nem olyan sokára fog bekövetkezni akkor. Mert az ember azt hiszi, hogy akkor majd rá fog élni. Igen, igen, igen. Hát én, én legalábbis azt gondolom, bár mások elmondása szerint valahogy, valahogy senki sem jön össze, pedig azt hiszi, hogy sok ideje van. Hát majd meglátjuk. Én még nem tudom, mert mert nem voltam még nyugdíjas. Tanár úr, hoztál még egy hangszert. Igen. Szólaltassuk meg ezt is, hogyha Hát ez egy le. magyar népi furúja, kicsiként más, mint amit én tanítok a, az iskolában. A, ezt azért hoztam el, hogy megmutassak a kutatásaimból néhány olyan távol-keleti dallam párhuzamot, amely a magyar népdalkoz erősen hasonlít. A, tulajdonképpen ez egy nagyon kicsike nép a mai Kína területén, az úgynevezett jugurok vagy sárga ujgurok, nem a bőrük színe miatt kapták ezt az elnevezést, kereten a sárga szín az az előkerültség színe, ez valamikor a, a hunok egy vezető rétege lehetett. Most nem akarok ebbe belebonyolódni, mert hosszadalmas lenne, eljátszanék néhány ilyen dallamot. Először egy magyar népdalt ez közismert elmegyek-elmegyek a címe. most egy ugardallamot. Hát ez hasonlított kétségkívül. Hát, ha hm. tudnék még párat, de hát nem, tulajdonképpen mert nem csak az ornamentikája idő. volt más. A igen, gyaga, a, igen. A dallam, de bárza, körülbelül az, így diszítik az. ezt keleten, hiszen a, a magyar népzenés egy keleti eredetű dolog, és hát maguk a hangszerek is magukkal hozzák azt a díszítési lehetőséget, amit annyit mm -hmm. ugye fölkínál a, a játékosnak. Tehát ez nagyjából ott is így szó. Kisvártatva a műsor végén majd a klarinétot is a tárogató, tárogató. Klarinétot, a tárogatót is megkérlek, hogy meg meg. Még egy ilyen, hát ilyen elméletinek tűnő kérdés, ami igazából nem is az, hogy a hosszú ideig eretneknek számított, aki nem a finnugor eredetet vallotta, pedig azért volt időszak, amikor majd, hogy nem az volt a kánon, tehát egy másik fajta. Ugye hol az egyik, hol a másik elmélet erősödik, és ráadásul mindig a politikai kurzusok is megpróbálják ezt meglovagolni. Most 2011-ben mennyire elfogadottak ezek az alternatív elméletek, amiket például te is vallasz, miközben lóháton látunk. Igen, igen, igen. Fotón. Szoktam lovagolni egyébként, tehát főképpen nyaranként. Aztán előfordul, hogy néha egy rendezmény alkalmával, ugye most talán azért vannak ilyen lovas íjász, meg egyéb, és akkor beöltöttem, és akkor kürtöt fújok, ugye szürkemarha szürke marha tülkéből készült kürtöt. Nagyszerű hangszer. Kérdésedre válaszolva. Igen. Kedves Tibor, Hát ez egy súlyos probléma. Először is nincs egyetértés ma sem. Végül is most azért elértem egy olyan szintre, hogy nagyon szerényen bár, de mégiscsak egy diploma birtokában, birtokában azért talán megengedhetem azt a luxus magamnak, hogy én is hozzászólhatok. Egy történészi diploma. Így, van, van így van. Ez egy jeles történészi diploma egyébként. A... volt az ugor -török háború. Na most ez a finnugor kérdés, ez lényegében nem olyan nagyon régi dolog. Szóval erre érdemes volna most egy, egy percet talán szánunk. Annyink van különböző. valamikor a Valamikor az 1700-as évek első harmadában kezdődött ez a dolog, ilyen műkedvelő, német nyelvterületről származó, magukat nyelvésznek mondó, meg az egyetemen néha nyelvészeként említett urak ezek. Ugye hát Lehetne említeni néhányat talán közülük, például Slőcert, vagy fisert vagy bárkit más, elég seregember ilyen volt, aki ezzel foglalkozott, de ezt nem vették komolyan. Aztán az 1700-es évek második felében jött egy ilyen áttörésféle, ugye 1768-ban Sajnovics János, Jezsuita páter és társa, Maximilian Hell, aki ugye osztrák területre jött, utaztak lapföldre, mind a ketten csillagászok voltak. Most ezek egy afféle polihisztor emberek, érdekelte őket a nyelvészet és mi egyéb, de ismétlem csillagvizsgálni mentek oda. Aztán ugye 1770-ben megjelent latinul sajnovis tollából a demonstráció idioma hungarorum et laponum idem esse című mű latinul, aztán később persze magyarul hát én ugye nem nagyon tudom. A, valaminek a bemutatása, Tehát itt hogy a lap és a magyar... Ö ö ö ö nyelvi azonosságon azonosság van azonosság. szó, ami Igen. már eleve hívás megállapítás, mert szó sincs róla. Tehát itt tulajdonképpen egy csomó <coughs> ilyen szavat rokonítanak, a magyar a lap szavat. Kicsikét bárgyú a dolog, annál is inkább, mert mert Sajnovics kínai nyelvrokonságot is emleget egyben. Azt hiszem, ez még aztán nagyon távol van a Laptól, meg a, a Magyartól is, és így tovább. Na, a lényeg a lényeg, hogy hogy nem igazán, egyre inkább kételkednek László Gyula óta ebben a dologban, meg mások is. Én azt gondolom, hogy a, külön kell választani. Vannak nyelvi vonatkozások, a finnugorok felé mutató nyelv, kapcsolatok, nem vagyok nyelvész, nem szívesen nyilatkozom ebből, Ugyan, ilyen fajta dolgok vannak a török nyelvek felé is, úgyhogy ez egy kicsikét zavaros. De az biztos, hogy etnikailag és tulajdonképpen kulturálisan nem sok közünk van a finnugorokhoz. És ez nem szégyen. Hát, egy hát Ázsia csodálatos kultúra, kultúrák szülőhelye, és az, hogy mi a lovas népekhez tartozunk, hát kérem, ott vannak a történeti források. A mieink, a nyugati különféle följegyzések, a bizánci feljegyzések, a távol-keleti feljegyzések, a különféle perzsa feljegyzések, és így tovább, és így tovább. Azok minket mindig a hunokkal, szkítákkal, avarokkal, türkökkel, stb. rokonítanak. Hát én azt hiszem, ja is még van egy nagyon fontos dolog, kedves Tibor, ez tényleg borzasztóan fontos, több millió ember van, talán több tízmillió ember van Ázsiában, aki a magyar rokonának vallja. Na most ez azért mégiscsak furcsa. Tehát uh -huh. egy, egy különféle nép, ázsiai népeknek a kollektív emlékezetét nem szabad negligálni és figyelem, figyelmekévül kívül hagyni. És ott azok tanítják is az iskoláikban, köse török népek esetében igen, van, itt az iráni igen. népek esetében is, hogy a magyarok nekik rokon Sok elvaratlan van, nagyon sok mindent meg kell még vizsgálni, de azt gondolom, hogy emellett nagy tévedés, súlyos tévedés elmenni, és én azt gondolom, hogy a lovas népekhez több közünk van, mint a finnugorokhoz. Itt egy etnogenezis zajlott le, és nem a kisebbségből, hanem a többségből kell levezetni szerintem a, a, a magyarság eredetét, és nem vagyok ezzel a véleménnyel egyedül. Így van, tanárok, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Ha veled beszélgetek, mindig az az érzésem, hogy háromszor volt lenne is. elég nagyon aranyos volt, vagy hogy itt voltál. Ide helyezek az asztalra neked egy, egy ilyen kis kollekciót az eddigi műsorainkból, azért az asztalra, mert te kis tártatva felállsz és megszólaltatod ezt a tárogatót, amíg te ehhez készülsz addig én köszönöm, Köszönöm, hogy itt voltál. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk töltötték ezt a fél órát, nézzenek minket legközelebb is, és hogyha lemaradnának valamiről, tudják, műsoraink ott vannak a Pécs TV honlapján, a videótárban is. És ne felejtjék, legyenek mindig kíváncsiak. És most tárogatózerek. ¡Gracias! <coughs>